hatodiknak reggel. És akkor így gyorsodunk túl. Itt aludtunk a padláson. Viszont ugye kiesünk az ablakon is. Ott az ászló. Na itt a kert. Ászló. És itt az ászló. Na, meg a kuta. Vajon kihozta? És ott a padláson ott voltunk. Ez a tipikus Románia, tényleg ez a hatalmasan igényesen megcsinálva a légvezeték, meg úgy feldobva a dútel csak az oszlopra. Ja, egyébként már megyünk a vasútállomás fele. Csíkpadadasi állomás, majd körülbelül fél óra múlva jönni fog a vonat. És még időben vagyunk bőven. De viszont itt meg már vannak ezek. De ez is olyan másik oldalt van a világítás. Amott meg a pózda, ahova csak úgy simán fel van higálva az összes. Random vezeték. Hát minden, a villanyvezeték, optika, meg amit el lehet képzelni, itt minden. Mi elférezik korom? Én mindez egy tipikus román jelenkép, de Kolozsváron is észrevettem már 9 éve is. Gyere be a járvára. Ja, itt viszont már van járda. Újra majd visszafele, majd azt is lefilmezem, mert az is nagyon jó ez a leszoltak az út szélére csomó gyöngykavicsot, és akkor az a járda. De az legalább gyorsan megvan, és nem kell közbeszerzésre szerintem hozzá, ezt egy nap alatt megcsinálják. Hát ezek meg a műanyag áteveszek. Két ló erős. A két lóerős megelőzött minket, és mellettünk már itt vannak a sinek, úgyhogy hamarosan az állomásra is megérkezünk. Csíkpadadas vasútállomás, hát tegnap már sötét volt, mikor jöttünk, vagy ez már esteledett. Jobban, és akkor így néz ki az utcafrontja. Hát mondjuk, szerintem ebben sincs már szolgálat. Meg semmi, pénztár se. Hát nem, szerintem semmi, ez már itt áll üresen. És akkor itt vannak a vágányok. Hát a vonatig még van legalább 20 perc. Úgyhogy végül is ráérünk. Ez melléképület, itt volt a WC, meg az állóraktár is szerintem egykor. És egyébként még odafele van egy iparvágány itt valami telepre. Ami szintén villamosított, úgyhogy még az is lehet, hogy használják. Hát a peron az nem valami nagy eresztés, de hát ez itt errefele megszokott dolog, nem. Nem nagyon foglalkoznak itt viakorodokkal, meg ilyesmikkel, hanem megoldják ennyibe okosba a peront. És hát valószínűleg egyébként a másik vágányra fog jönni a mi vonatunk, mert az az átmenő. És eltűntek a tehenek. És szerintem egy másik csoport meg onnan jön. És ők is a vonathoz. Meg valószínűleg itt már mindenki a vonathoz jött, mert szerintem olyan nagyon nagy forgalom itt nem szokott lenni egyébként. Na, tehát ezt nézzétek itt. Itt ennyi a napi forgalom. Azért megáll itt egy pár vonat. Nem, ezek az SZK rendelősülések, ezek nagyon. Hát meg ez meg ez a rengeteg fiúka. De legalább van várhatelem. Sőt, van pénztár is. Az egy lóerős is megérkezett. Hát ezen nincsen. Nem látom. Itt az elállt az előtt Gyümesben.
azt taxik ott vannak. Itt az emlék. Mármint ez egy ezek a valószínűleg fél nem vannak ide állítva, nem járnak már ezek a olasz taxik. Nem volt vastag. Az, na. Össze van tőle a csávon. De ez a klasszikus valaga, majd ez a olasz taxi. Csíkszereda City. Ott vannak a sárga sapkások, őket kell követni. Sárga sapkások a mieink, úgyhogy reméltek tudják, hogy hova kell menni. Ugye menjünk utánuk. Egy 18 órakor fog ugyaninnen a vonat visszaindulni, addig a vissza kell érni. Más dolgunk nincs. Azt mondják, milyen neve van, landoló. Landoló, jó, tényleg landoló. Ez itt ez a helyi esti? Na mindegy, hát menjünk a tömeg fele, mert... Tessem, hogy noha a boscsapatban lehet bízni, tehát az első kocsba eljutottunk kemény 10 perc után, miután leszálltunk a vonatról. Így kell lesz. Egészségetekre. Nektek is egészségetekre. Egészség. Nézzétek meg a kocsba nevét, landoló. Nézzétek, most utána már sírjék a mi csak ezt muszáj mutatni, azon fogják elhívni, hogyha ez nem úgy van. Tessék, hadd egy kicsit több ilyen bemet. Nem vagy szikár? Hát nem nagyon, szerintem ilyették. Még sokan nem láttak. Tehát ez a tipikus, tehát itt még WC-csészé sincsen, hanem ez a Google fölé módszer, és ráadásul úgyhogy... Ugye az öblítésnél meg folyik ki a padlóra, tehát tényleg lepakolni is nagyon lehet. És egyébként, és ezért a WC-t még ráadásul fizetni is kell, igaz, hogy csak egy lej, tehát azért ez azért nem semmi. Ez az igazi útjelző tábla. Na ilyet még sehol nem láttam. Minden irány. Sziasztok! Holnap találkozunk! Sziasztok! Sziasztok! Holnap! Sziasztok! Holnap találkozunk! Sziasztok! De lesz! Bendőben van! Sziasztok!
De a sok egy ló erős. Egy az Isten, egy a nemzet. Halalala. De ez jó fajta, hogy áfony a pálinka. Csak ezt a fajtát még nem láttam. Ezekből többféle van, de mind ilyen alfonyából vannak, már szemek benne vannak, az alfonyaszemek egy pár, de már nem olyan sok. Nem tesznek sokkal, csak íznek.